Köszöntöm kedves nézőinket! Impressziók címmel Tamasko Komjáti Anett kiállítása nyílt meg a Kalocsai Tomori Pál Városi Könyvtárban. A festmények impresszióit haiku versek formájában Gerencsér Szegezdi Gabriella alkotta meg. Egy igazán különleges kiállításnak adott helyet a könyvtár folyosója. Így gyülekeztek barátok, családtagok és minden kultúra kedvelő, aki kíváncsi volt Tamasko Komjáti Anett kiállítására. A kalocsai származású festőt Kis István művésztanár köszöntötte. Anett jelenleg Szekszárdon él családjával, és egy éve kezdett festeni. Tanáraim nem voltak, de az egyik munkahelyemen egy festésterápia zajlott, ahova én is becsatlakoztam, és igazából ott kezdtem el egy éve festeni ezen a terápián. Ott Biszák László festőművész foglalkozott velem, ő kezdett el pártfogolni, és igazából az ő támogatása miatt, vagy az ő támogatásával kerültem be a Szekszárdi Bárka Klubba, ez ilyen művészeti klub. Mindig is az ember érdekel, tehát az embereket festem, az arcokat, főleg a női arcokat, ezek érdekelnek, azt, hogy mit fejeznek ki, azt, hogy mi van mögöttük, hogy nem csupán a külső, mit akarnak kifejezni, tehát hatást szeretnék elérni, tehát az mindegy, hogy milyen, igazából mi az, hogy én, amire én gondoltam, az emberekre legyen valamilyen hatással. Korábban, egy évvel ezelőtt kezedbe se fogtad az ecsetet, nem is rajzoltál, hogy lehet ezt elképzelni, mert eléggé profik ezek a festmények, én mint laikus legalábbis így látom. Köszönöm, mindig is rajzolgattam, festettem is, voltak próbálkozásaim, de valahogy úgy érzem, hogy erre meg kellett térnem. Tehát 38 évesen kezdtem festeni, és ez nem véletlen, tehát most értem meg rá. Mesélj nekem egy kicsit a bemutatásra kerülő festményekről, miket hoztál el, látom, hogy portréképek. Mit ábrázolnak, milyen ihletésűek, mik a témáik? Többnyire arcokat festek, portrékat. Tényleg olyanokat választok, vagy olyan mindig az a téma érdekel, ami engem megfog valamilyen szempontból. Igazából ami még érdekes, az, hogy feltűnik néhány képemen az, hogy a nők egy kicsit férfiasak, a férfiak kicsit nőiesek, és ennek örülök. Ez véletlen, de valahol biztos, hogy nem véletlen, hogy így alakul. Mesélj nekem egy kicsit a témákról, a színekről, a formákról. Mennyire szereted a sötét színeket, a világos színeket? Mi alapján válogatod ki egy-egy képhez? Ez biztos nem véletlen kérdezed, mert sötét színeket kedvelem alapvetően. Rám szóltak már, hogy kicsit színesítsem, ezért kezdtem el, de valahol hozzám ez áll közel, tehát a sötétebb tónusok. Nem, tőlem idegen a színesség, nem a boldogság idegen tőlem, de valahogy igen, egy picit depresszívek a képeim. Nekem ezek tetszenek, nekem hozzám ez áll közel. Hogy fogadták az alkotásaid a kalocsai művészek, illetve a baráti kör, a család? Gondolom, ők már látták, mit szóltak hozzá, mit mondtak, milyen jó tanácsokkal látnak el? Abszolút támogatnak, családom, férjem hagy nekem időt, kisfiam mellett hagynak időt a festésre. A kalocsaiak is nagyon jól fogadtak, nagyon támogatnak, ennek örülök és külön köszönöm nekik. A kiállított festmények címe alatt haiku versek olvashatóak, melyeket Gerencsér Szegezdi Gabriella vetett papírra. Ez sorok a japán költészet egyik jellegzetes versformája, mely segítségével lényegre törően tudja kifejezni magát az alkotó. Anettel már régóta ismerjük egymást, jó kapcsolatban vagyunk, és folyamatosan beszélgettünk, illetve láttuk egymás alkotásait, és így született meg ennek a kiállításnak az anyaga, hogy Anett elküldte a festményeit, és én próbáltam azokra a benyomásaim alapján írni haikukat. És mik a visszajelzések, amikor olvassák a sorokat, mit szólnak az emberek? Mennyire ismert ez a fajta versírás itt mondjuk Kalocsán? Nem tudom, hogy a középiskolai irodalmi anyagban benne van-e, de elképzelhetőnek tartom, hogy igen. Nyilvánvaló, hogy annyira nem ismert, mint egy más típusú versforma, amihez jobban hozzászoktunk már óvodáskorunk óta. Anettnek jeleztek vissza többen, hogy szerintük így jól passzolnak a képek és a sorok egymáshoz. Nekem is ez a benyomásom, és Anettnek is nyilván, de hát majd eldöntik a kiállítás megtekintők. Ezen kívül szoktál irogatni? Igen, szoktam. Volt már novella pályázaton is, nyertem harmadik helyet a Feldmár Intézet pályázatán, illetve a Szó és Kép Antológián is
antológiában is jelentek meg verseim, haikuim, írogatok a munkám mellett, és tervem, hogy csendesebb alkotói időmben még jobban és komolyabban foglalkoztak ezzel. A festményeket és a haiku verseket Valla Gábor hangolta össze, amelyet le is vetítettek a közönségnek, majd Bartal József és zenésztársai muzsikáltak. A tárlat január 14-ig tekinthető meg. Többek között horvát, roma és váb ételek kóstolója várta az érdeklődőket a Sétáló utcában a Nemzetiségek napján. A finom falatok után pedig a Ruzsice kórus műsorát és a Vujicic együttes koncertjét élvezhette a közönség a Városi Színházban. Mondhatni, már a gyertyagyújtás is a Nemzetiségi napjegyében telt vasárnap délután a Sétáló utcában, hiszen a Hajósi Gombos Harmonikások műsora zárta az ünnepséget. A folytatásban azonban már a gasztronómiájé volt a főszerep, ugyanis a városunkban működő nemzetiségi önkormányzatok által kínált horvát, roma és német ételkülönlegességeket kóstolhatták meg az érdeklődők. A nap zárásaként pedig egy különleges koncertre várták az érdeklődőket a Városi Színházba, ahol elsőként a Kalocsai Ruzsice kórus tagjai énekeltek horvát nyelvű dalokat a közönségnek. Műsorukban az est sztárvendége a Vujicic együttes is közreműködött. Oh.
A Vujčics együttes koncertjére rengetegen voltak kíváncsiak, amit mi sem bizonyít jobban, mint hogy érkeztek vendégek Bajától Tökölig az ország számos településéről. Nekünk az a szerencsénk, hogy amikor évközben játszunk, akkor is úgy szoktam mondani, hogy napérlelte tambura muzsikával örvendeztetjük meg a közönséget. Akár anyanyelvi közegben vagyunk, akár pedig a többségi magyarság számára mutatjuk be a délszláv zenét. Úgyhogy tulajdonképpen ez a nagy szavakat használjuk, ez az életigenlő muzsika, ez a vidám vasárnaphoz is, az öröm vasárnaphoz is, hogy egész pontos legyek, jól illeszkedik. Illetőleg egy horvát kórus lesz a műsor vendége, akik önállóan is énekelnek, és mi pedig egy hát nagyon közismert karácsonyi éneket, tambura zenekarral közösen játszunk majd el a közönségnek. Tulajdonképpen ez az, ami leginkább illeszkedik az adventi hangulathoz. A továbbiakban pedig azt szoktam mindig mondani, hogy ugye a betlehemi éjszakán is a pásztorok voltak, akik ott először megjelentek, ajándékot vittek, úgyhogy mi tulajdonképpen ezeket a vidám zenéket, főleg hát tánc, muzsikát fogunk játszani. Ezt a délszláv hagyományban kólóknak hívjuk, ugye körtáncoknak. Ezekből állítottunk össze egy különleges csokrot. És az lesz még a különlegessége a mai napnak, hogy mi ugye egy ilyen héttagú zenekar vagyunk, és hát bizony valamikor az egyeztetés nem teszi lehető, hogy mindig mind a hét fő jelen legyen. Most Borbély Misi az, aki hát távolról izgul értünk, egy másik programon vesz részt Egerbe, viszont a helyettesítését, hogy úgy mondjam, a családon belül oldottuk meg. A Söndörgő együttes két tagja van velünk. Ők egyébként hát ugye világhírűek, és azért mondom, hogy családi együttes, mert a Söndörgő együttes öt tagjából egyébként négy eredics, tehát családi vállalkozásnak is nevezhető. És így tehát a fiatalokkal leszünk itt együtt, és ez lehetőséget ad arra is, hogy egy-egy szám erejéig olyasmi is elhangozzék, ami egy normál Vujčić koncerten nem annyira szokásos. Szerintem nagyon nagy sikert fog aratni a fiúknak a kettőse is. A zenekarnak köszönhetően az Öröm vasárnapon egy igazi balkáni kalandban, egy fantasztikus zenei utazásban vehettek részt mindazok, akik ellátogattak a bemutatóra. Az együttes tagjaira további koncertek várnak a következő hetekben is, így számukra az ünneplés is a muzsika jegyében telik majd. A legközelebbi az a Paplászló sportarénában lesz, ott a családok éven záró rendezvényén lépünk fel. Tulajdonképpen ez a Vujčić és a Söndörgő összevontan tulajdonképpen a gyerekeinkkel, meg a hát az unoköcseimmel fogunk föllépni. Ott annyiban lesz külön
különleges, hogy az én fiamnak is van már egy kis együttese, a Vigad, ez Vince Gazsi Danit jelent, mert így alakultak, de ők is ezt a zenét játsszák, és közülük a Vince jelen lesz ezen a koncerten, és Borivé Misinek is az egyik fia, aki szintén a zenész pályát választotta. Tehát tulajdonképpen ez egy nagyon szép ünnepség lesz, ez 20-án kerül megrendezésre a sportcsarnokba, és hát sok zenész család, a klasszikus zenész családok is, klasszikus zenét játszó zenész családok is részesei ennek. És hát természetesen lesz egy új év köszöntő koncert, ami a Bűpában szokott lenni, ezt a Hagyományok Háza szervezi, az ez évi előadás, ami 6-án lesz, tehát a Vízkereszt napján, illetőleg hát az ortodox szenteste előtti estén, ugye van ez. Ezen a napon pedig Sebő Ferenc szerkesztette ezt a műsort, és felkért minket is közreműködésre, tehát ezen is fogunk játszani így az ünnepek alatti és a közvetlen az ünnepek utáni időszak az ezt a két fontos koncertet jelenti. December 15-én szombaton a Szent József Zárda templomban a 18 órás misét követően karácsonyi koncerttel lepte meg a híveket a Kalocsai Fúvós zenekar. Már hagyományos városunkban, hogy az adventi időszakban a Kalocsai Fúvós zenekar egy karácsonyi koncerttel örvendezteti meg a közönséget. A tavalyi évhez hasonlóan az eseményeknek a Szent József Zárda templom adott otthont.
A zenekar a fellépésre leinkább adventi dalokkal készült. Hát a hétvégén az Árda templomban adott a fúvó zenekarunk egy nagyon szép karácsonyi koncertet. Ez már 8. alkalom volt, hogy ezt megvalósíthattuk. Előtte az Eperföldi templomban voltunk sokáig, de a tavalyi évben váltottunk, mert a hideget már igen nehezen viselte a zenekar is, és a közönség is, úgyhogy minket nagyon nagy szeretettel fogadtak az Árda templomba, úgyhogy remélem, hogy ez a hagyomány így itt folytatódhat majd. Hogyan készültetek a programra? Mi volt a repertoár? Hát a repertoárunk az elég változatos volt, mert kamaraszámokkal is megtüzdeltük. Zárójelbe jegyzem meg, hogy elég kevés időnk volt a rákészülésre, hiszen nem tudom, aki követ minket, láthatja, hogy egy nagyon komoly oldás programon vagyunk túl, és az eléggé kihúzódott. Úgyhogy a repertoárunk így nem volt olyan bő, mint amilyen szokott, ezért úgy döntöttünk, hogy kamaraszámokkal fogjuk kiegészíteni, és úgyhogy volt rezes kamara, ahol a kollégám Gruber Tamás állított össze egy ilyen Bach korált a rezesekkel, illetve nekem is volt egy kamaracsoportom fuvolásokból, ahol a Handel Messiásból a Halleluját játszottuk, illetve van egy nagyon kedves növendékünk, aki már a Szegedi Konzervatóriumban jár, és ő egy nagyon szép hangszeren, vibrafonon játszott nekünk egy kortárs zenét, Németh Tamásnak hívják a fiatal urat, és általának is nagy sikere volt, nagyon különleges hangzása volt a templomba. Úgy gondolom, hogy ezzel a kis kamara megtüzdelésekkel plusz, én úgy gondolom, egy plusz hangulatot adtunk ennek a koncertnek. Darabokat ugye mindig meg kell válogatni, mert azért templomba akármit nem lehet játszani, nyilván hogy ehhez igazítottuk, és több olyan darab is volt, aminek három tétele volt, és abból a lassú tételek azok mind nagyon, nagyon barátságos, tényleg ilyen hangulatos dallamok voltak. Hát és illetve a végén eljátszottuk természetesen a kis karácsonyi blokkunkat, ahol aki akart énekelhetett, és én úgy gondolom, hogy ezzel nagyon szépen bezártuk így a koncert végét, adva az ünnepi hangulatot. Betlenné Dajko Ágnes karnaggyal visszatekintettünk az elmúlt év munkájára, de előtte hallhattunk az elkövetkezendő nagy koncertről és az arra való felkészülésről. Újévi fellépésünk nem lesz, hanem majd a tavaszira fogunk készülni, az egy nagyon volumenű munka lesz, ugye a színházban azért egy ott teljes órát meg kell töltenünk hanganyaggal, és filmzenékkel fogunk majd készülni, tehát ez lesz most a fő profilja a dolognak, úgyhogy arra nagyon sok munkánk lesz még, úgyhogy erre fogunk készülni új év után. Akkor most lesz egy kis szusszanás. Hogyan gondolsz vissza erre az esztendőre? Mennyire volt munkával teli? Mennyire volt fárasztó? Mennyire tudtok most ebben a pár napban, egy-két hétben pihenni? Hát remélem, hogy tudunk pihenni, mert nagyon ránk fér. Én úgy gondolom, mindig azt mondja az ember, hogy hát már ettől többet nem lehet dolgozni, de mindig akad. Tehát az embernek a lehetőségeket nyilván ki kell használnia, és ebből adódóan mindig történnek új munkálatok. Ugye a pályázatok kapcsán is, ha pályázik az ember, akkor ahhoz már munka is tartozik, nem csak pénz. Ugye ilyen volt ugye ez az óvodás program, ami még nem zárult le, tehát tavasszal lesz a folytatása. Voltunk külföldön, tehát fesztiváloztunk is egy kicsit, a hagyományos fellépéseinket mind megtartottuk, úgyhogy én úgy gondolom, hogy egy gazdag évet szártunk minden tekintetben, úgyhogy hát én csak szeretném megköszönni mindazoknak, akik ezt lehetővé tették, akár támogatók, akár szülők, akár zenésztársak, tehát úgy gondolom, hogy egy nagyon szép évet zártunk. A zenekarnak a tagjai bírták a tempót, mennyire voltak a gyerekek felkészültek lelkileg, testileg erre a megfeszített munkára? Hát én úgy gondolom, hogy most már belerázódunk, tehát megszokták már ezt a munkatempót, és ezzel nem szokott probléma lenni, bírják. Tulajdonképpen az ember persze feszegeti a határait, és azt érzékelem, hogy mennyi az, amennyit elbírunk, és akkor nyilván ahhoz igazítom mint a tanulandó darabot, mint a fellépési lehetőségeket. Van-e még helye új muzsikosoknak a zenekarban? Várjátok-e még az új tagokat? Nagyon köszönöm a kérdést. Igen, tehát akár felhívás is lehetne ez a pár mondat, amit most szeretnék, hogy igenis várunk zenészeket.
A zenekar összeállítása úgy jön össze, hogy fele zeneiskolás, fele pedig amatőr zenész. Én szeretném, hogyha nem csak a zeneiskolások is most már szépen lassan be fognak csorogni, de szeretném, ha még amatőr zenészek még jönnének. Úgyhogy nagyon szívesen látunk bárkit, aki tud kottát olvasni, és szívesen tagja egy olyan csapatnak, akik azért a városban sok helyen megmozdulnak. Jó társaság vagyunk, szeretünk mulatni is, és utazni is szeretünk, tehát várunk olyan zenészeket, akik ebbe a csapatba megtalálnák a helyüket. Kedves nézőink, köszönöm, hogy velem tartottak, kulturális magazinműsorunkkal legközelebb egy hét múlva jelentkezünk. Addig is vigyázzanak magukra, és békés karácsonyt kívánok!